Bérházak, kockaházak síkban és térben a Kemence galériában. A 60-as évek elejétől tömeggyártással felhúzott bérházak lakótelepek Magyarországon úgy uralják sok város utcaképét, ahogyan a kockaházak a vidéki térségeket. Csondor Réka két festmény sorozata a jelenből mesél róluk. Saját életéből merített, amikor neki állt alkotni. Elsőként a kockaházakat kezdtem készíteni még 2021-ben, másodéves egyetemista voltam akkor és uh, akkor még egészen friss volt az az élmény, hogy uh, én faluból uh, városba költöztem, uh, mondhatjuk így is, ugye uh, zala megyéből Pécsre, és, uh, és mm, teljesen más, ugye a, az utcakép egy vidéki környezetben, mint egy egy városban, és amikor hazafele ingáztam busszal, akkor, akkor döbbentem rá egyébként, hogy, hogy ezek a kockaházak mennyire meghatározzák a környezetünk arculatát. És akkor gondolkoztam azon, hogy ezt valahogy fel kéne dolgozni a festészetben. És ahogyan ezeket csináltam, utólag gondoltam arra, hogy jó lenne a panelekkel is foglalkozni. Próbáltam méretarányosan elkészíteni alkotásait a kis kockaházakat az óriás méretű bérházakhoz viszonyítva. Bár maketnek tűnnek, a kockaházakat mégis festményként kezeli csondorréka. Próbáltam méretarányosan egymáshoz viszonyítani őket, szóval hát a kockaházak is 100 négyzetméteresek, ezek pedig 10x10 tíz centisek. És hát egy nagy léptékváltást ja. akartam csinálni, hogy, hogy így méretben is érezni lehessen a, a kontrasztot a panelek és a kiskóckházak között, mint a valóságban is. Kisméretű fotókat is láthatunk a Kemence Galéria falán. Ezek képezték a kiindulás egyik alapját. Alapvetően a fotók alapján festek, és nagyon sok olyan fotón van, ami kukába kerül, olyan szempontból, hogy hogy végül nem dolgozom fel őket a festészetben, és érdekesnek találtam azt, hogy most ezeket is megmutassam. A Pestmények mellett. Csondoréka a Pécsi Tudományi Egyetem művészeti karának festőszakos hallgatója kiállítása a Zsolnai Kulturális Negyed Kemence galériájában nyílt meg, és november 10-ig megtekinthető. A belső utca elnevezésű tárlatról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.